A lakosság támogatja az elkerülő út megépítését, mert tehermentesítenék a város forgalmát, és ezzel élhetőbbé tennék Egert. Itt a nyomvonalak miatt van a vita, melyek valójában csak tervezetek, mondta dr. Pajtó Gábor sajtótájékoztatóján, majd hangsúlyozta, az eljárás megindításához környezetvédelmi engedély szükséges. Hozzátette, támogatandónak tartja a népszavazási kezdeményezést, mert ezzel az emberek közvetlenül mondhatják el a véleményüket. Egyúttal bejelentette, készült egy harmadik tervezet is, amelynél állítása szerint a minisztériumok és a szakállamtitkárság figyelembe vette az állampolgári észrevételeket, és ötvözte ezt a szakmai szempontokkal. És kialakított egy új, még gyakorlatilag a közvélemény számára nem ismert, nevezzük köztes nyomvonalnak, tehát már nem beszélhetünk arról, hogy belső nyomvonal, amit korábban ismertünk, és tulajdonképpen a külső és a belső nyomvonalnak egyfajta ötvözése. Az országgyűlési képviselő szerint objektív szakmai tájékoztatást kell adni az embereknek, ezért létrehozott egy honlapot, amely szombat reggel 6 órától lesz elérhető. Itt láthatja majd a nyilvánosság az új nyomvonal tervezetet, az eligazodás pedig térkép és szakmai információk is segítik. Az egriekvéleménye.hu oldalon Eger és vonzás körzetében élők véleményére is kíváncsiak. Dr. Pajtó Gábor megjegyezte, amennyiben helyi voksolásra kerül sor, bízik az egriek bölcsességében. Ő maga a többség véleményét fogja képviselni.